vízgazdálkodási társulás, a gazdáknak össze kell fogniuk és fel kell készülniük a szárazabb, aszályosabb évekre, véli a Magosz elnöke. Megvannak a ponthatárok, a Nyíregyházi Egyetemre 117 új hallgatót vettek fel, így hamarosan összesen 1369-en kezdik meg tanulmányaikat az intézményben. Egyedülálló játszótér, átadták az ország első sérült gyermekek számára készült játszóterét Nyíregyházán. Nemzeti vízgazdálkodási társulásra van szükség, hogy a magyar mezőgazdaság a jövőben is működőképes és eredményes legyen, véli a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke Jakab István. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Magosz elnöke erről, valamint a mezőgazdaság éppen aktuális kihívásairól és lehetőségeiről egy gyulatanyai kukorica és napraforgó fajta kísérleti bemutatón szólt. Ezek a parcellák a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson találhatók. A szakemberek azt mondják, az idei termés különösen jó minőségű lesz, ami leginkább a csapadékban gazdag időjárásnak köszönhető. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke arról beszélt a megnyitón, készülni kell a szárazabb, aszályos évekre, ezért a gazdáknak közösen kell megoldaniuk az öntözési és víz problémákat. Nemzeti vízgazdálkodási és vízhasznosítási társulást szervezzenek meg a gazdák a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével, ahol értelemszerűen minden egyes gazdatag azért, hogy valóban ne engedjük átfolyni az országon a felszíni vizeket, hanem tartsuk itt, és mikor szükséges, akkor hasznosítsuk. A rendezvényen az éppen aktuális pályázati lehetőségek is szóba kerültek. Tegnapi nap folyamán megjelent egy új pályázat. A nem termelési tevékenységet végző diverzifikációs pályázat, amit vártak már nagyon a termelők, tehát gyakorlatilag itt két célterület lesz, mint egy 13,8 milliárd forint összegbe került ez a pályázat kiírása. Az első célterületbe mezőgazdasági tevékenységet végző termelők pályázhatnak, a második célterületen pedig minden olyan mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó, aki még az adott tevékenységgel nem foglalkozott, és gyakorlatilag közösségi célok, közösségi feladatok ellátását vállalja be. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beszámolójában arról beszélt, hogy a kukorica termőterülete csökkent, míg a napraforgói emelkedett az idei évben. A termőterület körülbelül 10 000 hektára csökkent a tavalyi évhez képest, 96 000 hektár kukoricát vetettünk, és 51 300 hektár napraforgót. A napraforgónak a területe egy ilyen 1300 hektárral növekedett. A termés, várható termés átlag is a napraforgónál a tavalyi megyei 2,5 tonnás átlag ilyen 2,8 tonna várható hektáronként. A kukoricánál elmondhatjuk azt, hogy a tavalyi 380 ezer tonna helyett a csökkentett 10 ezer hektárra csökkentett területen is körülbelül 700 ezer tonnát várunk, úgyhogy a kevesebb területről jóval többet várunk. Rácz Imre elmondta, a lecsökkent területek így jóval magasabb termésátlagot és össztermést értek el az idei évben, ami főleg annak köszönhető, hogy mindig a legjobb fejlődési fázisokban érkezett a csapadék a növényekre. Meghatározták a pótfelvételi ponthatárokat. A Nyíregyházi Egyetemre 117 új hallgatót vettek fel. Közülük a legtöbben a gazdálkodásmenedzsment, csecsemő és kisgyermeknevelő, turizmus, vendéglátás és a pedagógus képzésekben tanulnak majd. Velük összesen szeptemberben 1369-en kezdik meg tanulmányaikat az intézményben. 117 új hallgató jutott be a Nyíregyházi Egyetemre a pótfelvételi eljárásban, közülük 18-an a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán indított képzéseken tanulnak majd. Mint ismert, a pótjelentkezéseket a hónap elején adhatták be a felvételizők, azok, akik egyetlen felsőoktatási intézménybe sem kerülhettek be a rendes eljárás során. Ők vállalták, hogy fizetik tanulmányaik költségeit. Mindenki csak egy szakra és egy intézménybe jelentkezhetett. A most megállapított ponthatárok azonosak, egyes esetekben csak kevéssel voltak magasabbak az általános eljárásban megállapított pontoknál. Pótfelvételi eljárásra 117 hallgatót sikerült fölvennünk.
ugyanazok a szakok a népszerűek, mint az általános felvételi eljárásnál, tehát a gazdálkodás és menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő, mezőgazdasági mérnök, a felsőoktatási szakképzésen a turizmus vendéglátás, és hát az osztatlan tanárszakokra is van bőven jelentkező, testnevelő edző, sportszervező, tehát azt lehet mondani, hogy szinte valamennyi meghirdetett szakunkat bejelölték a hallgatók. Így most már látjuk, hogy 1369 első évesünk van, és ennyi hallgatóval kezdhetjük a szeptember 1-jével az új tanévet. A képzésekre való jelentkezések sora még nem zárult le, hiszen meghosszabbított határidőig, szeptember 2-áig lehet jelentkezni a diplomások számára meghirdetett önköltséges szakirányú továbbképzésekre, pedagógus továbbképzésekre, amelynek teljes listáját az egyetem honlapján találják meg az érdeklődők. Megyei szintű kerekasztal beszélgetést szervez az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, közölték nyíregyházi sajtótájékoztatójukon. Tanulás, család, biztonság, többek között ezekről a témákról is szó esik majd azon a találkozón, amelyre a parlamenti pártok ifjúsági szervezeteit várják, mondta Kis András, a szövetség alelnöke. Nyíregyházán korábban már volt hasonló rendezvény, annak sikeressége miatt szervezik majd a megyei kerekasztal beszélgetést, a tervek szerint október végén. Mi arra szeretnénk koncentrálni, arra koncentrálunk szervezeten belül is, szervezeten kívül is, ami minket összeköt. Azt gondolom most, amikor Európában olyan kérdések vannak terítéken, amik az elmúlt egy év európai kommunikációját meghatározza, akkor azt kell keresnünk nekünk keresztényeknek, nekünk európaiaknak, főleg itt Közép-Kelet-Európában, amelyek összekötnek, amelyek a közös értékeink, a közös európai értékeink, amelyek a kereszténységen alapulnak. Átadták az ország első sérült gyermekek számára készült játszóterét Nyíregyházán. A helyi Rotary Klub vezetése még tavaly kezdeményezte a park építését, amelyet az önkormányzat is támogatott. A belvárosi játszótér integrált, azaz egészséges és mozgáskorlátozott gyermekek is használhatják az eszközöket. A beruházás több mint 10 millió forintból valósult meg. Június elején még üres volt a szabadságtér. Ekkor a Vidor Fesztivál nyitónapjára ígérték az egyedülálló játszótér megépítését. Augusztus 26-ára pedig el is készült a Váci Mihály Kulturális Központ melletti játszópark. Az építés ötlete még tavaly évelején merült fel. A Rotary Klub egy olyan játszóteret szeretett volna, amelyet egészséges és fogyatékkal élő gyermekek egyaránt biztonságosan használhatnak. Meghatottan állok itt, és azt hiszem, hogy hasonló érzéseket érzek, mint akkor, amikor a gyermekeim megszülettek. 2015-16-os Rotary évben ez volt a Nyíregyházi Rotary Klub fő programja, hogy Nyíregyháza belvárosában létrehozzon egy fogyatékkal élő gyerekeknek is használható integrált játszóteret. Nagyon-nagyon sok programot és nagyon sok rendezvényt szerveztünk ehhez, és nagyon sok támogatóval beszéltünk, hogy össze tudjuk gyűjteni az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet, ami gyakorlatilag sikerült is. Kerekesztékesek számára is készült hinta, de a játszótéren homokozóasztal, ügyesség és készségfejlesztő játékok is várják a gyerekeket. A park leglátványosabb eleme az úgynevezett kerekesztékesvár, amely olyan rámpás kialakítással rendelkezik, hogy a mozgáskorlátozottak is könnyedén használhatják. Az átadó ünnepség végén a gyerekek birtokba is vehették a játszóteret. Nagyon szép nemes kezdeményezésnek gondoltam már az első pillanatban, és azt is láttam, hogy nem lesz olyan egyszerű, hiszen egy ilyen játszóteret létrehozni azért nem olyan egyszerű folyamat, és ehhez kellett ez a nagy tábla, ami itt áll mögöttünk, amely felsorakozza, ahol a támogatók szerepelnek. Az első érdem a Rotary Klubé, a Nyíregyházi Rotary Klubé, ők kezdeményezték, ők szerveztek jótékonysági koncertet, viszont kellett az, hogy mindenki támogassa, a város természetesen az elsők között. A nyíregyházi önkormányzat nem csak az építésnél segítette a Rotary Klubot, a nyíregyházi városüzemeltető és vagyonkezelő Kft. A játszótér működtetését is vállalta. Az új játszópark védelmére egy térfigyelő kamerát is elhelyeztek a Váci Mihály Kulturális Központ oldalára. Munkahelyet játszottak a Legóban. Augusztus 26-án a vállalat dolgozói egy különleges napot kaptak ajándékba. Kipróbálhatták, hogy milyen azokkal az építőkockákkal játszani, amelyet ők gyártanak. A vállalat alkalmazottai ma azon a helyen kapcsolódtak ki, ahol hamarosan új gyártócsarnok épül.
Önfelett legózás. A Play Day mi másról szólhatott volna, mint a játékról. A Lego csapat összes alkalmazottja a világon közel 18 ezer ember játszott együtt augusztus 26-án. A multinacionális cég nyíregyházi telephelyén 2500-an találtak maguknak kreatív elfoglaltságot ezekben a sátrakban. Lehet például olyan járgányokat építeni, amiket aztán egy rámpán legurítva át kell ugratni egy tűzkarikán, ez talán látható itt mögöttem. Emellett vannak sorversenyeink, van egy zöld kockatengerünk, ahol sok millió kockából lehet bármit építeni. Óriási Lego mozaikokat építünk minden sátorban, ami azt jelenti, hogy sok ezer darabból álló mozaikokat raknak itt össze a dolgozók. És hát vannak egyébként olyan gyerekkori játékok, amiket úgy állítottunk össze, hogy valószínűleg mindenki emlékszik rá, mondjuk az általános iskolából, a nagy szünetből, de azóta valószínűleg nem is játszotta már őket. A dán vállalat tulajdonosainak kezdeményezésére szervezik meg a Play Day-t minden évben egyszer, amikor is azok, akik a gyerekeknek gyártanak játékot, átélhetik azt az élményt, amit ezek a kis kockák nyújtanak. A nyíregyházi üzemben naponta 70-75 millió Lego és Duplo elem készül el, és 100 000-es nagyságrendben szállítanak ki dobozokat. A cég bővülni fog gyártókapacitását és foglalkoztatotti létszámát is növelni fogja a következő 2 évben. A szorgos hétköznapokban ezeken a fejlesztéseken dolgozik Komlósi György, projektmenedzser, aki most egy napra félretehette a tervezést. Sikerült így együtt látni az összes dolgozót, aki részt tud venni és együtt tud játszani. És most azon a helyen folyik ez a játék, ahol a közeljövőben reményeink szerint 2018-ig egy új gyártócsarnokot valósít meg a Lego, ahonnan a világ nagy részét el fogja tudni látni Nyíregyházán készülő játékokkal. A Lego köztudott, hogy készségfejlesztő játék. Gyerekkorban leginkább a finom motoros mozgást fejleszti, de a felnőtteknél a kreativitást ugyanúgy. Ez is kiderült a vállalat játékos napján. Villanyoszlopnak csapódott egy személyautó Nagykálló belterületén tegnap délután. A Kállósemjén irányából érkező autó eddig még tisztázatlan okokból a kanyarban jobbra sodródott, és a villanyoszlopnak csapódott. Az anyagi kár jelentős, a kocsi vezetője is megsérült, a helyszínről kórházba szállították. A rendőrség még vizsgálja a baleset okát. Veterán autók bemutatójával kezdődött a 20. Kállósemjéni falunap. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Párbajtőr egyéniben és csapatban is képviseli a magyar színeket Brazíliában Veres Amarilla. A kerekesszékes vívónő felkészült a paralimpiára. A sportoló többek között egy 2 hetes nyíregyházi nemzetközi táborban is edzett. 15 felkészülési mérkőzésből 14-szer győzött a magyar serdülő fiú kézilabda válogatott, amelyet a nyíregyházi Barta Dénes irányít. A bőkeretben 2 megyebeli játékos, Kvanc Balázs és Fábián Vince is szerepel. A csapat ősszel egy franciaországi és egy csehországi tornán lép pályára. Veterán autók bemutatójával kezdődött a 20. Kállósemjéni falunap ma reggel. A jubileumi rendezvény szombat estig tart. Több helyszínen sport és kulturális programokkal, kézműves foglalkozásokkal, ingyenes P-mobil koncerttel és tűzijátékkal várják az érdeklődőket. Kállai Miklós bronz szobra is érdeklődve figyelte azokat az autókat, amelyek közül néhány modell már akkor is megfordulhatott a parkban, amikor még az egykori miniszterelnök volt a kállósemjéni kúria lakója. Veterán autó bemutatóval kezdődött ugyanis a 20. Kállósemjéni falunap. A 15 autócsoda közül a legértékesebbért akár 500 ezer eurót is elkérhetne tulajdonosa, amennyiben meg akarna válni tőle. ...1926-ban kezdték a sorozatgyártást, 440 darab készült belőle. A 25-ben készült kocsi az Hindenburg császáré lett. Ez egy nagyon ritka gépkocsi, sajnos volt nagyon problémája neki, hogy annyira bonyolult, annyira alkatrész van benne, hogy csak 3 évig gyártották, mert nem tudták eladni, mert olyan drága volt. A 2 napos falunapon a kúria parkja mellett a sportpálya, az általános iskola, a községi piac, a közösségi épület és a közbiztonsági központ ad otthont a rendezvényeknek.
pénteki napon egy sportpályán egy focitorna várható, ezen kívül emellett Ismerlek Kálló semén egy ilyen vetélkedő következik. Ezt követően egészen éjfélig zenés mulatság. Holnapi napon délelőtt római katolikus mise lesz, ezt követően önkormányzati ünnepséggel, és egész nap tartalmas programokkal, a végén pedig P-mobil koncerttel várjuk az ide látogatókat, tűzijáték természetesen nem maradhat el. A szombati Szent Mise 10 órakor kezdődik, a nap programja pedig az éjfélig tartó utcabállal zárul. Párbajtőr egyéniben és csapatban is képviseli a magyar színeket Brazíliában Veres Amarilla. A kerekesszékes vívónő felkészült a paralimpiára. A sportoló többek között egy kéthetes nyíregyházi nemzetközi táborban is edzett. Szeptember 7-e és 18-a között rendezik meg a brazil városban a paralimpiát. Magyarországot 11 sportágban 39 versenyző képviseli. Egyikük a kerekesszékes vívó Veres Amarilla. A nyíregyházi sportoló a közvetlen felkészülést augusztus elején kezdte el hazai környezetben, az elmúlt két hétben pedig Szatmárnémetiből érkezett edzőpartnerek is segítették az idén két Európa-bajnoki ezüstérmet szerző vívónő munkáját. Pákei Béla mesteredző szerint kamatozhat az, hogy tanítványának nem kellett kimozdulnia a megszokott környezetből. Ez a legnagyobb segítség, ami létezik, mert otthon alhat, úgy táplálkoztat, hogy ő szeretne, itt van a masszőr, itt van a kondi edző, akit megszokott, úgyhogy ez a legoptimálisabb helyzet. Veres Amarilla első paralimpiájára készül. A kerekesszékes vívónő Európa-bajnokságon, világbajnokságon, világkupa versenyeken már szerzett érmeket, de a riói megmérettetés más lesz a korábban megszokottaktól. A fiatal sportolónő erre igyekszik is felkészülni. Mentálisan úgy készülök, hogy ugyanúgy kell felfelé, mint bármelyik másik verseny. Minden ellenfél ugyanolyan. Ugyanaz a fegyverem, ugyanaz a maszkom, ugyanaz a szék, tehát igazából nem nagyon kell ezt túl dramatizálni, mivel nekem az első paralimpiám, így nyilván nincs olyan hatalmas elvárás velem szemben, én csak jól szeretném magam érezni. Veres Amarilla a párbajtőr egyéni és csapatversenyben képviseli majd a magyar színeket a paralimpián. A vívónő és mestere szeptember 6-án utazik el Rióba. 15 felkészülési mérkőzésből 14-szer győzött a magyar serdülő fiú kézilabda válogatott, amelyet a nyíregyházi Barta Dénes irányít. A bőkeretben két megyebeli játékos, Kvanc Balázs és Fábián Vince is szerepel. A csapat ősszel egy franciaországi és egy csehországi tornán lép pályára. Közel 40 játékossal kezdte el a felkészülést a nyár elején a magyar serdülő fiú kézilabda válogatott, amelyet Vágó Attilával egyetemben a nyíregyházi Barta Dénes irányít. A csapat 4 héten keresztül készült a Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián, közben több tornán is részt vettek a fiatalok. A válogatott 15 mérkőzésből 14-et megnyert. A közben 20 fősre szűkített keretben megyebeli játékosok is helyet kaptak. A megyéből is néztünk meg játékosokat. Nagyon tehetséges a megyében a Kvanc Balázs, a Fábián Vince. De hát egyszer kimaradnak, egyszer bent vannak a keretben, nekünk az a feladatunk, hogy ebben a korban a fejlődő játékosokat is fél évente azért visszakukkantsunk rá, edzői javaslatok alapján, illetve látottak alapján visszahívjuk, vagy esetleg másokat hívjuk meg, de most már ez szorít a cipő, és le kell szűkíteni a keretet. A szakember elmondása szerint az európai élmezőnyhöz képest fizikálisan némileg hátrányban van a magyar válogatott. Egy picit ilyen könnyű lovasság vagyunk, de taktikailag, fegyelemben, küzdelemben, küzdőszellemben viszont fölveszük bárkivel a versenyt. Ezt bizonyítja a görög torna is, ahol lejátszottunk 7 mérkőzést, ebből 6-ot megnyertünk. Megvertük a horvátokat, megvertük Izraelt, megvertük a görögöket, megvertük a szerbeket, és az bizonyította, hogy ezzel a kis csapattal egy teljesen nyitott védelemmel és egy gyors kontrajátékkal azért eredményesek lehetünk, hisz azért belül vannak nekünk is 2 méter közeli embereink. Nem ártana, még bal átlövő posztra keresünk egy igazi jó átlövőt, de nem ártana még irányító posztra is találni, és beállóba is egy ebben a keretben beillő játékost. A magyar serdülő válogatott ősszel Győrben, majd egy franciaországi tornán és Csehországban az Európai Olimpiai Reménységek versenyén lép pályára. A korosztály fő megmérettetése pedig a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kézilabda tornája lesz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Nemzeti vízgazdálkodási társulásra van szükség, hogy a magyar mezőgazdaság a jövőben is működőképes és eredményes legyen, véli a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. Jakab István erről, valamint a mezőgazdaság éppen aktuális kihívásairól és lehetőségeiről egy gyulatanyai kukorica és napraforgó fajta kísérleti bemutatón szólt. Meghatározták a pótfelvételis ponthatárokat. A Nyíregyházi Egyetemre 117 új hallgatót vettek fel. Közülük a legtöbben a gazdálkodásmenedzsment, csecsemő és kisgyermeknevelő, turizmus vendéglátás és a pedagógus képzésekben tanulnak majd. Velük összesen szeptemberben 1369-en kezdik meg tanulmányaikat az intézményben. Átadták az ország első sérült gyermekek számára készült játszóterét Nyíregyházán. A helyi Rotary Klub vezetése még tavaly kezdeményezte a park építését, amelyet az önkormányzat is támogatott. A belvárosi játszótér integrált, azaz egészséges és mozgáskorlátozott gyermekek is használhatják az eszközöket. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a szép nyári idő, az időjárási frontok elkerülik térségünket, egy anticiklon meleg, száraz levegőt szállít fölénk. Éjjel derült idő várható, csapadék nem lesz. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutára 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Hétfőig jobbára derült vagy felhőtlen lesz az ég, napos, csapadékmentes időre van kilátás. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, vasárnap és hétfőn hazánk nagy részén kánikula hőség várható. Hétfő este hideg front éri el az országot, ami kedden záporok, zivatarok kíséretében át is vonul felettünk. Átmenetileg pár fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke, de a jövő hét második felében már ismét meleg, nyárias időre számíthatunk.